téli szünetet követően. Nézzük hát akkor a második fél időt. Én úgy látom, végignézvén a csapatok listáját, hogy nincsen csere, nem emelkedett csere tábla sem, egy kényszerű csere volt a menet közben. Arról beszéltünk itt, hogy ugye meséltem, hogy ez nem jogutód csapat, a Szeged család, Rossi Csakadémia, nem jogutód csapat a Szegednek, hiszen tárgyások folynak, még van, még létezik másik Szeged, és mégis közönség alakult ki. Valószínű, úgy tűnik ez, hogy ez a közönség az új stadionba, az új stadion a Szent Gellért Fórum miatt lett, hiszen Gyulán nem jártak mérkőzéseken, nem volt ilyen még felekkora tábor sem, tehát amellett, hogy minden tiszteletünk a szegediek, akik elutaznak ide erre a meccsre, de ez megint olyan kicsit mű dolog, hiszen ez nem jogutódja ez a szegedi csapat egyelőre a régi Szegednek, Szegedi FK-nak, Szegedi Aknak, Szeacnak, Szeolnak, egyelőre legalábbis. És most nézzük a bedobást. Mól Dávid. Be is ment az középre, csak éppen ott Budafoki lába. Kulcsár, aki kihozná Kulcsár, csak hogy Kulcsár felbuktatták. Hát feledhető első félidő volt. Egyelőre úgy tűnik, hogy mintha talán tudat alatt a Budafok azt mondaná, ebben az egy ponttal is megint egy pontot szerzünk, és tuti másodikak vagyunk. Felforgatott a csapatunk, hiszen egész más posztokon játszik néhány játékos, mint eddig megszoktuk. A szegediek meg úgy vannak vele, hogy a második helyzet otthonában szerzünk egy pontot, lesz 25 pontunk, stabilan a középmezőnyben vagyunk, talán ez is elég. Hoppá, egy nagy esés! És Kovács Dávid azt mondja, hogy most már tessék ezt megtorolni, most ezt meg is torolják. Ez a szabad rúgás viszont nagyon jó pozíció, a 47. percben. Ebből bármi lehet. Hiszen Kulcsár is és Kovács Dávid is kimondott a jó szabadrugást lövő, de ha nem kapura teszik, ívelni akkor is lehet, vagy egy figurával esetleg legurítani Filkornak vagy Olának, tehát sok minden lehetőség van. Kovács hagyja most Kulcsát, és Kulcsár lágyan emeli át a túloldalra, ott a fejes! És ezt megfogta a kapus. Hát bizony ez lehetőség volt. Bizony Horváth Roland. Ő volt az, aki előrevetődve Takács kezébe fejelte a labdát. A legnagyobb lehetősége volt a Budafoknak. Az első fél időben volt még egy hasonló, egy keresztbe lőtt Kovács labda. És gólhelyzettel kezdődik a másik fél idő, ami azért jó, mert reméljük, hogy mozgalmasabb lesz, mint az első. Csizmadia Csaba és João Pedro de Oliveira Janeiro ott áldogálnak a technikai zónában. Mindegyik edző a heves vérmérsékletű temperamentumos fiúk közé tartoznak, úgyhogy érthető, hogyha nem elégedettek ezzel a nunnal. Ők ugye mindig győzni szeretnének. Hát más a realitás, más a győzelmi kényszer is. A Budafoknak azért nagyon sok hiányzója van. Még akkor is remek játékosok alkotják, és minden posztra két, esetleg három játékos van, de eddigi rendszert azért nehéz úgy játszani, hogyha más játékosokat helyettesítünk be, más posztokon akár. Hiszen Olá Bálint ugye a védekező középpályás, de nem hátvédet játszott, Filkor Attila sem. Most mégis erre kényszerülnek. Kisz. Kovács Dávid, de előre elfejelik, Filkor viszont visszafejeli. Kovács Dávid vegyük le, mondja, és előre vágja a túloldalra Szabó Mátinak. Nem rossz elképzelés, az utolsó percben azonban ott érkezik Sóron Tibor, aki csereként állt be, és kivágta a labdát. Olá Bálint, majd Kis Kornél. Most a budafoki kórus szólal meg. Hát ők viszont azt nem lehet mondani, hogy mi Mayer társaság lenne, ők mindig a BMT-nek szurkolnak, sőt, találkozhatunk velünk a BMT-ek kosármeccsén, sőt, feltűntek a budafoki kézilabda csapat meccsein is, pedig hát ők a Budapest első osztályban játszanak, és akkor is elkísérik, oda is elkísérték, és ígérték, hogy kísérik a csapatot, és bíztatni fogják. Na nézzük most a szegedi támadást, egy gyors felfutás után egy szép csel, eddig ez jó, az ívelés sem rossz,
Olá Bálint feje azonban villa. Kész. Mó. Lesz. Itt már hiába futott előre a szegedi támadás, emelkedett már a partjelző zászlaja. Minis Sándor ügyvezető elnök úr szemben ott a vippáholyban magyaráz a többieknek. Hát igen, ő is fantasztikus Budafokban játszott, állandó bajnok esélyes Budafokban. Hát ismerjük a szlogent, minek ennyi perszi csapat, mindig elmondom, mit tudom én, a Vasasizzónak, az MTK-nak, vagy a későbbiek folyamán már a Csepelnek közel sem volt annyi nézve, mint itt az MB2-től a Budafoknak. Tehát ez azért eléggé hamis érvelés az annó, az akkori sportvezetéstől. Egyébként meg, aki kiharcolja a feljutást, az jusson fel. Szegedi bedobás következik. A levegő kicsit felmelegedett, most már 9 fokot mérhetünk. Germán Tamás tette egészen oldalra, ott soron, középre, Olá Bálint. Ez szöglet lesz méghozzá, szegedi szöglet, az 52. percben. Na nézzük. A szögletek eddig veszélytelenek voltak mind a két oldalon. Jöttek be középre, de olyan komolyabb veszélyt nem okoztak. Rövidre rúgták többször a szegediek, most középre teszik ott a fejet, és egy óriási pulszer, bravúr. Hatalmas helyzet, és bizony Póser hatalmas bravúrja kellett, hogy kipiszkálja a léca a labdát. Előbb Takács János védett egy fejest, most pedig Póser. Változtattak a szegediek, elég magasan, ívelten, középre küldték a szögletet, nem a rövid csarokra. Erre figyelnie kell a Budafoknak, hát ha ugyanaz a figura jön. Bizony ugyanaz a figura jön, de most Póser is jön, és öklöz. Kulcsár vette le szépen a labdát, Kulcsár elcsúszott. Szépen Olá Bálint nagyon elegánsan húzta előre. Előre lukta ugyan Kovácsnak, de Kovács nem mehetett a labdáért, mert lesen lett volna. Egy mérkőzés van még az idényből, a Szolnok ellen a Tiszaligeti stadionba fejezi be a Budafok ezt a bajnokságot, mármint az őszi szezont, ahol ugyanúgy esélyes a 3 pont megszerzésre, de legalább egy döntetlen elérésére. Ha itt megvan a döntetlen és az 37 pont, akkor mondom, ott ez a biztos második hely, és ez mindenképpen elégedettséget okoz a Budafoknak, hiszen ezek már előrehozott fordulók, a tavaszi fordulóból, tehát ha simán, tisztán az őszi fordulókat nézzük, akkor a Budafok a második helyen fejezte be az idény őszi részét. És nézzük a kirúgást most. Póser. A flipperezés után Horváth rápördíti az ellenfélre, a budafoki belőle. Kulcsár. Őt most megállították szabályosan, viszont Filkor Attila is szabályosan szerelt. Mit csinálj? Olá. Olá lerázta ellenfelét, mint kutya a vizet. Jó indítás a fiatal Szabó. Várták középen, de kírják begurítását, kivágják. Nem baj, ezt a budafoki nézők honorálják, hiszen egy veszélyes akció van ez.
Ez bizony veszélyes támadás volt. Kulcsár. Kírják mutatja, hogy mi dobunk, csak hogy a partjelző más mond. Nem biztos, hogy a partjelzőnek volt igaz a csend, meg egyszerűen bár én messze ülök. Hát a bedobást ezt legalább 15 méterről előbbről végezték el a szegediek. Olyannyira nem tetszik az a játékvezetőnek, hogy föl is bírálta, mindezt is bedobást ítélt a Budafoknak. Puff, hát ez szabadrugás egyértelmű. Szabó Máté a labdához ért gyakorlatilag nagyon sokszor. A levegőben van, egy balettáncos nőt nem emelked a partnál, mint a levegőbe, mint Szabó Mártét az ellenfelek. Viszont a könnyűsülő technikás játékos, őt is Kulcsát is elég gyakran döngölik a földben. Csak a Kulcsán most szabadrugást rúghat, és ebből bármi lehet az 56. percben. Jól ívelődik, olá! És kivágják a gólvonalról! Budafoki helyzet, az 56. perc. Nagy helyzet volt. Ez pedig már mellé megy. De Olá fejese után helyzet, amelyet kivágtak az oldalvonalról. A hosszindítás után kiisz. Majdnem a fejét rúgta le most a 11-es Gajdos Zsolt, és aztán Póser. Ez megint csak szegedi lábakra vándorol. És hátra. Horváth zavar, hiszen előre emelhetik Takács, ő azonban szépen megoldotta. Tehát íme itt volt az újabb budafoki lehetőség. Fejesekkel veszélyeztet többször is a Budafok, a gól nem akar megszületni. Horváth Rolandot elsöpölték, itt viszont rossz az indítás. Mindenki reklamál, ez egy érdekes szituáció. Filkor. Jó indítás, Szabó elől kivágják a labdát, sőt kírják elő is kifejezetten. Szabadrugás a Szegednek. Az, hogy viszonylag kevés helyzet van, tehát aki egyszer betalál, tényleg ez megint egy olyan mérkőzés, hogy ez bizony, aki egyszer betalál, az nyerhet is, és csere lesz Budafokon. Vankó Imrét látok készülődni. Kírják, majd Olá. Szabó Máté. Szabó Máté nem tud tovább futni, a lábára kapott egy dugást. Játékvezető egy kicsit kivárt, amíg Szabó Máté egy lábon ugrál, és aztán intette be, illetve fütyülte be ezt a szabadrugást. Én Vankó Imrét látom, és vajon ki helyett esetleg Horváth Roland? Elképzelhető, hogy Horváth Rodi helyére érkezik majd Vankó Imre. Vankó gyors, erőszakos játékos. Horváthnak ez a meccsen nem igen ment, igaz, kevés használható labdát is kapott. Olá. Ez nem rossz, csak hát a szegedi védők ezeket könnyen fejelik ki, ezeket az előreíveléseket. Sőt, Olának most már Poser kapust kell játékba hozni. Kisz. Kulcsán. Margiti cserélése elrúgják, a szegediek, ez szép háromszögelés volt. Elhozta Tóth Máté, és ez egy jó labda, érkezik azonban Póser, elérhetetlen Olá Gergőnek.
A mérkőzés eddig egyetlen ságalapos állnak egyébként, csendben megjegyzem. Tehát sportszerű mérkőzés akkor is, ha van harc, van küzdelem. Az urak. Viszont Micsinai elől nem tudták megszerezni a labdát, mert Kis visszavágja, lest reklamál, ván teszik fel kezüket a szegediek. Nem volt les, ez viszont lökés. És most jön a csele. És nézzük Vankó Imre. Igen. Horváth Roland érkezik a kispadra, és bejön Vankó Imre. Vankó Imre nagy közönség kedvenc. Gyerünk Imre, gyerünk Imrus, hiszen Vankó Imre egy gyors, erőszakos, nagyon hajtós kis játékos. Májész a B-fok bíztatás, miközben kiírják, tisztáz, méghozzá úgy, hogy okosan rápatintja ellenfele lábára a labdát. Kirúgásra jött a Budafok, erős fél óra van még hátra, Budafok-Szeged 0-0. Most így úgy áll a helyzet, hogy egyelőre 37 pontja van a Budafoknak, és 25 a Szegednek. Ezzel Budafok egy kicsit felzárkozik az MTK mögé, és most már 6 ponttal a lázzal üldöző. Itt persze attól függ, hogy az üldözők közül ki milyen eredményt fog elérni. Kovács Dávid lője egy gólt, énekli a Budafoki közönség. Ez mindig benne van a pakliban. Van-e a meccs, nem is egyet lőtt Dávid. Kulcsán megszerzi fejjel a labdát, Micsinai is fejjel teszi tovább. Kapott egyet a bordájára Micsinai. Úgyhogy szabadrugás a Budafoknak. És jön Kis. Margitics felé, de hát ott nehéz dolog van. Tette hátra. Kovács viszont hatalmas gyertyát és képzét rúg. A labda a Budafoké. Késznek kell azt mondani, hogy nyugi-nyugi, megvan, átadta Olá Bálint. Újra Olá Bálint. Kis Kornél. És most már a kapus. Borsában. 63. perc, Budafok, Szeged továbbra is 0-0. Ez így jó, de Kis Kornél megszabadul a labdától, és újra Póse. Ez nem rossz, Vankót megelőzik fejját, ő nem egy jegenyi termetű fiú. Micsinai lép oda, és jöhet a Szeged. Szabadrugás. Germán. Megindul a Szeged. Csak majd a másik jutnak. Elképzelhető, hogy nagy bedobás lesz bár. Ott a feltámasztott hótól nehéz lesz neki futni. Úgyhogy inkább így helyből be löbölt labda. Ott a tisztázás. És kulcsákolni. Kap egyet, szabadrugás.
Bálint végzi a szabadrugást. Oszmáró Péti ott a szegedi fejekről lepattani, és talán Vankó elérhette volna. Felszabadítottak a szegediek. Ez Vankónak nagyon hosszú. Margit indul, és tisztáz. Vankó dobhat. Kulcsár. Megállították. Ügyes szegedi akció. Egy lövés. Kólódi lövése volt, helyzet a 65. percben. Na nézzük, ki hisz? Olá Bálint. És egy hosszú indítás, amelyre kijön Takács János. Ez itt a lehetőség, Kovács Dávid, Kulcsán vagy Vankó, ellövi Vankó, lepattanó labda, és nem tudott lefordulni. Szabó, a kapus megfogja, és még bent tartja. Azt remélték a Budafok, hogy kicsúszik és szöglet lesz, de nem ez történt. Mondja, Derdák Marcell nagyon szigorú ilyenkor a játékvezető, most már engedélyt adott, és vett. Rudolfi kapus, Posa Dániel, 67. perc az immár. Fülkor. Vankónak az egy jó labda, mert a Markitics ott Vankó befelé húz, most löbböli elő, ez is jó. Reklamálás, Kovács Dávid, semmit nem ítél játékvezető, sőt, itt ítél szabadrugást kezezés miatt. Nem is Kovács Dávid reklamált, bocsánat, hanem Szabó Máté, itt viszont Micsinai ellenítélt a játékvezető. Ez jó labda viszont. És ott van Kovács. És ez jó. Szabót felborítják, szabadrugás. És ez nagyon jó pozíció. A 16-os vonától 2 méterre akár Kulcsár, akár Kovács Dávid szöge lehet, inkább Kovács Dávidé. A 8. perc, tehát budafoki lehetőség. Vankó, Kovács és Kulcsán is ott van. Kovács most elmegy, tehát Kulcsának adja a lehetőséget. Kulcsán lövi rá! És szöglet bizony. Szöglet, mert nagyot kellett nyújtózkodnia Takács Jánosnak. Közönség hangja most erősebb, hiszen helyzet volt, szöglet lehet, és a szöglet után lehet, hogy kis szöglet lesz, és egy cseles megoldás, így van, Kovács. Nem talált el Fülkor. Szabó. Ellövi, megfogja a kapus. Ez annyira nem volt veszélyes.
Nem jó, Margit is tisztel szépen. Vankó. Megindul Vankó. Nagyotesik, szabadrugás. Én semmit nem csináltam, mondja Tóth Máté. Hát azért nem így volt. Kulcsár, szokásos kézmozdulat, és jön az ívelés. Kifejelték, és kirúgták a szegediek. Mit csinálj? Vissza Kulcsárnak. 70. perc. Jön az ívelés Kíz felé. Filkor. Hová Bálint? Mit csinálj? Margitics indul meg. Nem volt jó. Mit csinálj? Kicséri a labdát, megfordul és indul. Kulcsár. Első ember, Kovács nem kap szabadrugást. És sárga lapot kap Kulcsár. Hát ez érdekes. Ez gyakorlatilag bemondásra ítélte meg a játékvezető. Vankó. Akkor hát elmenni Vankó, de Tóth Máté. Jó pozíció volt, és szabadrugást ítélt a játékvezető. Germán. Mól. Filkor tisztáz. Kovács a kapus, ez a Takács. Mankó labdát szerez. Egy rossz kapus megmozdulás után Mankó ívelhet. Ott a fejes gól! Ott a fejes gól! Vankó beíveli a labdát, és a 73. percben az érkező Kulcsár a hálóba fejel. Vankó labdát szerez, rosszul rúgja ki a kapus, és Kulcsár fejesével 1-0, idézzük fel, rosszul rúgja ki a kapus a labdát. Vankó megszerzi, kapus zavart a Kovács, fölnéz, beíveli a labdát, és az előre vetődő Kulcsár tanári módon fejeli a labdát a hálóba. 1-0 arányba vezet Kulcsár fejesével a Budapest. Hát bizony, derültékből a Kulcsár, mondja a Szeged, mert bizony annyi helyzet nem volt, de több volt a budafoki helyzet, több volt a budafoki veszélyes fejes, mert volt egy Szeged is. Kulcsár pedig tanári módon fejelte be ezt a labdát. 1-0 tehát Budafoknak. Germán. Ez nem jó, Olák, ott van és kikíséri a labdát. Kirúgás tehát. Póser.
Kulcsár felé, Kulcsár talán le is tudja fejelni. Fülkor. Az még meg lehet Kulcsárnak, meg is van. Jól csinálja Kulcsár, két ember között, aztán elnyírja, szabadrugás. 75. perc az én már Budafokszeged 1-0 Kulcsár Kornél parádés fejesével. 2-ös csere a szegedieknél. Nem egy Tóth Máté. 10-es meccsben Andorka Péter, egy rutinos góllövő. Vito Martin is érkezik, és elmegy Korodi Nándor. Kírják, rápatintja az ellenfélre, pont így lett jó, Micsinai, vissza kírjáknak, Szabó, mindig kírják, és most a szegedieké, Takács, Filkor fejelte el, labda a szegedieké. Vito Martin indulhatott, meg középre tesz egy labdát, szöglet. Nézzük a szegedi sarokrugást. Jön a kapus, és mellé tudta csúsztatni. A kapus mellett Gerván Tibor. Bizony ez szegedi helyzet volt. És Pósár. Kézzel lábbal, de Olá Bálint valahogy megállította az ellenfelet Filkort, nem tudták megállítani. Vankó. Vankó, jó cserével megy el, aztán leszerzi. Visszaszerzi a labdát dicséretesen, ez is jó, Kulcsár, ez a Kovács Dávid, középre lepattan, újra Kovács Dávid, és ez is lepattan, pontosabban kifejelték a szegediek. Kezetek kamáltak a Budafokiak, nem hatotta meg ez a játékvezetőt. 79. perc, szegedi támadás. Kovács elfejelik, de Kulcsár visszateszi. Kovács. Vankó. Kulcsár. Szépen emeli Vankónak. Ez is jó. Átvágja a túloldalra Szabó Máté felé. Ez nem rossz, de érkezik ott. Soron és tisztázott. Kész. Olá Bálint. Elhozza a labdát nagyon szépen. Jól játszik Olá Bálint ezen a mérkőzésen. Szabó Máté. Olá. 79. perc, hátra a kapusnak, Pósernek. Filkor. Ebben előzték Margitics, de kint volt már a labda. Cs.
csere lesz, a gólszerző Kulcsán jön le. Nagy tapsot Kulcsán Kornél. Nagyon nagy tapsot kap Kulcsán Kornél. Hiszen remekül játszott. 13-assal Veszelino Vladimir áll, aki védekező középpályás és labdaszerző. Tehát meg akar erősíteni védelmet Csiz Magyar Csaba. A fejes teljesen veszélytelen volt, viszont a szegedi felszólításból lehet valami, de Kis elfejelte. Vankó szépen állította meg a labdát, Csarokkal szépen, és jól is kapja vissza, de ez hosszú. Kicsit tűnt csak hosszúnak, szép Vankó, mit csinálja összjáték után. Szegedi szabadrúgás, a 81. perc az immár. Nagyon lapos a labda, nem tudták a szegediek kapura fordítani, Germán visszafelé, neki volt egy fejese, ami veszélyesen zúdult kapu felé, itt pedig most egy szegedi szabadrúgás. Nézzük a szegedi szabadrúgást a 81-82. percre. Nézzük. Hatalmas készülődés. Most jön az ívelés. És Pósel óriási tréd. És utána kirúgás. Hoho! Hatalmas szegedi helyzet a 82. percben. De csak helyzet, mert Pósel leér, és hatalmasat védett. Adja, hiszen dobhat a Budafok. Vankó elő is kivágják, megint jöhet a Budafok. Kovács odafejelte Vankó felé, aztán visszakapná, de elúgták a szegediek, és ez ezért lehet. De Kírják feje ott van, jókor, jó helyen, és tisztázni tud. Holán pedig kapusát, Pósát választja. Budafoki labdaszerzés, után szabadrúgás. Szabó Mátét birkózták le. Itt most már nyugodtan játszik a Budafokon, ki kell húzni ezt a 6-7 percet. Egy idegnyugtató második góllal azonban végképp eldönthetni a mérkőzést. Jön is az ívelés. Mit csinálja, elrúgják, de ez bedobás lesz a Budafok javára. Nem jutottak Jottánicsi előre a szegediek. A
falról jönnek vissza a labdák mindig. Veszelin a jó labda. Szabó Máté kap hatalmas attót Gábortól. Már elvitte a labdát Szabó, akkor kapott egy hatalmas. Nagyon keményen rúgott oda Szabó Máténak bizony. Szabó Máté szerencsére talpon, nem hiányzott volna a sérülés, és így szabadrugás a Budafoknak. Filkor. Szabó Máté indult meg, hátra Veszelinov. Olá, Filkor. Kicsit röviden, de kíz. Előre vágja Szabónak ez hosszú. Sokkal jöhetnek elő a szegediek. A rendes játékidőből 3,5 perc, de kérdés, mennyit hosszabb itt a játékvezető. Olá, nem lesz szöglet sem. Germán. Megint budafoki lábak. Szabó kiharcolt egy bedobást. Hideg van, fokozatosan hűl a levegő, de felforrósodik, ha a Budafok győzni fog, hiszen ünneplik majd utolsó hazai mérkőzésén. Ebben a naptári évben a csapatot a szurkolók, az biztos. Olá, visszafelé. Ez egy helyzet, nem lesz, szegedi helyzet, és szegedi mellé. Ez is ki tud maradni. Óriási lehetőség a 88. percben. A nap legnagyobb lehetősége volt. Nem lehetett szólásról. Egyszerűen szó nem lehetett lesről. Mindenki a fejét fogja a szegedi kispadon, itt nem is lehetett más mondani. Kriptabiztos helyzet volt ez. Itt nem lehetett arról szó, hogy a csatát zavarják, hogy a támadónak valami gondja van. Itt egyszerűen kilépett Gajdos Zsolt és mellé rúgta. De közben Vankó. Gajdos nagyot hibázott. A meccs helyzete volt, amit most Gajdos elhibázott. Kírják. Hát bizony a Szeged a semmiből visszahozhatta volna az egy pontot, és ezért kell vigyázni a Budafoknak az utolsó másodpercig. Azt tudják a budafoki fiúk, egyszer hagyott ki ez a budafoki védelem most itt a végén. Vankó nem tudja elrúgni. Valami hideg van, és izgul a közönség, hogy kihúzza a budafok ezt a meccset, hiszen 1-0-ra vezetnek, de előbb egy kriptobiztos szegedi helyzet maradt ki. Vankó hagyja leesni a labdát. Jöhet be a másra a Budafok. A rendes játékidőből 1 perc, de nem látom még emelkedni a táblát, amely hosszabbítást jelzi. Kész vágja vissza.
jó messzire. Ez most jó húzás volt, még talán a fiatal Farkas Bálint is beáll. Előre vágják a szegediek. Szabadrugás kifelé. A szegedi játékos volt szabálytalan. És még egy csere a budafoki oldalon. 25-ösre Szabó Máté lejön. És 26-ösre a Farkas Bálint. Beáll a fiatal Farkas. Nagy tapsot kap Szabó Máté. A helyére pedig vissza Farkas saját nevelésű húgunk, azaz Farkas Bálint. 3 perc a hosszabbítás. 3 perc az még tenger sok idő. A találkozó végén pedig 3 perc lesz majd a hosszabbítás. 1-0 tehát a Budafok vezet kulcságoljával, és Veszelinov szerez labdát. Vankó visszateszi, de ott szegedi játékos érkezett. Margit is tisztelt. 15-ösre pedig Krisztián Lucián Csigán. Hatalmas ívelés középre. Olá Bálint feje emelkedik. Veszelinovot egy kicsit meglökik. Margit is eléri a labdát. Ki ha elhagyta a labda a játékteret. Bedobás tehát a Szegednek. Nézzük, mennyi lesz a hosszabbításból eltelő idő. Úgy nagyjából 1 perc telhetett el most a 3-ból. Farkas Bálint fejel ki egy labdát. És még bent tartotta, ezt nagyon szépen csinálta. Ott egy újabb csúnya szabálytalanság, Filkor kap egy nagyot. Utána lefekszik gyorsan a szegedi játékos is, de én nem hiszem, hogy ez olyan súlyos lett volna. Filkor viszont hatalmasat kapott. Soron Tibor volt szabálytalan. Egy sárga lapot az hiszem megélt volna. Kastnábáló kiperdül, jöhet a Szeged. Szegedi akció, Olá Bálint lába ott van. Ütkezésnek tűnt ez a támadás. Vitó. Hosszú kirúgás. Ebben most el fog tenni egy kis idő, hiszen nem hiszem, hogy Kósár Dániel el mismásolná ezt a kirúgást. Szépen műgonddal leteszi, neki fut majd lépeget, és úgy rúgja előre. Telik az idő így is. Húzta vissza, de még mindig a szegediek jönnek. Hosszú labda volt. És ebben a percben vége a naptári évben, tehát az utolsó mérkőzését a Budafok megnyerte Kulcsán fejesével 1-0 a Szeged ellen, és ezzel itt már 39 pontjuk van. Magabiztosan a második helyen telelnek, ez biztos. Én azt hiszem, hogy az egész idényhez gratulálhatunk a Budafoknak, és ez a mérkőzésen Csizmadia Csabának is, hiszen gyakorlatilag felforgatott összeállításban is meg tudtak birkozni egy erős Szegeddel, és 1-0-ra győztek, viszont látásra, viszont hallásra. Gratulálok Csizmadia Csabának az újabb győzelemhez. Soha nem látott összetétel, hogy védelmmel álltunk fel, felforgatott. Mégis ez nem látszott, remek volt az összhang, minek köszönhető ez? Hát igen, a szükség az nagy úr, mindig azt mondom, sajnos a szombathelyi meccsen amellett, hogy 2 percen belül kikaptunk, úgymond kiestünk a kupából, a legsajnálatosabb azt gondolom, hogy a Romics sérülése volt, ugye ő agyrázkodást kapott, tehát most 4 hétig nem bevethető, ennek köszönhető a felfordult védelem középen, ugye a Vasicsko eltiltott volt, tehát megoldást kellett keresnünk.
ugye a Kori bizonyította, hogy igazi sportember, mert nagyon rég nem játszott, és így lehozta a mérkőzést le a kalappa, és én ennek csak örülni tudok. Illetve az Ola Bálint már játszott belső védőként, tehát sőt, ráadásul ketten egymással, úgyhogy bíztam benne, hogy megoldják. Én azt gondolom, le a kalappa, nullára lehoztuk a mérkőzést, függetlenül attól, hogy volt helyzet az ellenfélnek, az bizonyítja, hogy jó muzsikálta. Köszönöm, egy rövid értékelés a szezonról. Nagyjából ilyennek képzelted, vagy ennél kicsit gyengébbnek? Hát mindig a jóra törekszem, tehát maximalista ember vagyok. Próbáltunk minden mérkőzésen tényleg úgy készülni, meg úgy, hogy megnyerjük a mérkőzéseket. A felkészülés, az megmondom őszintén, hogy nagyon jól sikerült, a srácok beleálltak, és azért nagyon-nagyon jó csapatok ellen játszottunk jó eredményeket, és bizakodó voltam. Azt nem mondom, hogy biztosra voltam, ha valaki azt mondja nekem nyáron, hogy 5 pontra lesz a következő csapat mögöttünk, és második helyen leszünk. Azt gondolom, hogy kicsit néztem volna, de mondom, maximálisan törekedek mindig a legjobbra, a csapatom is ezt teszi, és majd meglátjuk a folytatást.